Köszöntöm a kedves nézőket, Életvitel című műsorunkat látják, témánkról néhány szó. Mai témánk a műsor vendégeinek életéből merít. Egy író, aki feleségül vesz egy írónőt. Vajon mi különleges lehet ebben a helyzetben? Talán az, hogy ez az író nem más, mint a 700 könyves Nemere István, aki néhány éve megtalálta igazi társát negyedik felesége személyében. Judit akkor már évek óta Nyíregyházán élt, így közös életük Sóston kezdődött, és itt is folytatódik. Nemere István hazánk legtermékenyebb írója, és az ő könyveiből vásárolják a legtöbbet évről évre. Munkái között lengyel és eszperantó nyelven megjelent írások is vannak. Több mint 50 álnevet használt eddig, és újabban párosan is kiadnak regényeket feleségével közösen. Az író óriás azon kevesek egyike, aki főállásban és otthon alkot, ír. Ő már 1980 óta. Mindezt úgy, hogy előtte 18 szakmában próbálta ki magát. Köszöntöm a műsor vendégeit, Szent Györgyi Juditot és Nemere Istvánt. Nemere Istvánt és kedves feleségét. Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Munkaidőben vagyunk most, István? Nem, most már nem annyira. Reggel 5-től tart a munkaidőn délután 1-2-ig, és aztán utána jön a úgynevezett szabad foglalkozás, amikor a kutyával elmegyek sétálni, és hát utána már azért ritkán írok, hozzáolvasok a következő könyvekhez. Műsorunk címe az Életvitel, és én állítom, hogy nem egy tipikus a ti életetek, ahogyan így közösen néhány éve vezetitek azt. Az, hogy valaki már évtizedek óta valóban foglalkozásként, fő foglalkozásként író, és idézőjelbe teszem, hogy csak az a dolga, hogy írjon, és otthon lehet, bár ugye te bárhol tudsz írni, ugye erről már beszéltünk. Azért érdekes, azt hiszem, egy kicsit a mindennapokba belekukkolni. Az, hogy mekkora szerencse, hogy valakinek az élete párja is ír, bár nem feltétlenül úgy, ahogyan István, tehát te is írsz Judit, de mást is csinálsz. Tehát azt gondolom, hogy a te életedben úgy a tevékenységek megoszlanak egy kicsit. Hát, hogy elkezdjük a beszélgetést, azt szeretném elsőként megkérdezni, hogy tőled, hogy az írás a te életedben mikor jött elő, mert hogy ugye annak köszönhetően István is bekerült egy idő után. Hát az én életemben az írás az már elég régen elkezdődött, tehát hogyha most egy ilyen számot kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy egy olyan 14-15 évvel ezelőtt. De az, amit én megírtam, az nagyon sokáig így a fiókban hevert, mert úgy éreztem, hogy túlságosan komoly egy első szerzős írónak, hogy avval én előrukkoljak, és mindenképpen akartam egy kedvesebb, könnyedebb témát előkapni, és aztán megírtam ezt a második könyvemet, amit aztán utána úgy döntöttem, hogy akkor én ezt ki fogom adni. És igazán tényleg ennek a kiadása volt az, ami minket összehozott először szakmailag, mert ennek a könyvemnek a dedikálásán találkoztunk mi igazán először az Istvánnal. Pontosan úgy, hogy én előtte voltam a sorban és időrendben, aki a könyvemet dedikáltam. Ez fővárosi helyszín volt? Igen, ez a Budapesti Könyvfesztivál, ez áprilisban egy mindig megrendezett kis ünnepsége a könyveknek. Hát akkor most évfordulózunk. Igen, hamarosan, tehát a jövő hétvégén lesz újból ez a könyvfesztivál, úgyhogy... És megyünk dedikálni. Megyünk is, igen. Ez a találkozás, ez nyilván megmaradt mindkettőtökben, talán még hasonló módon is. Ott az írót láttad, vagy a férfit is?
Abszolút az írót. Tehát én abszolút az írót láttam, és hát nagyon, nagyon érdekes mozzanat volt, mert én félve ajánlottam föl, hogy hát cseréljünk művet, hogy én kérek egy Nemere könyvet, és felajánlom Istvánnak a saját zsengémet. És utána az történt, hogy egy pár hónap múlva otthon ültem a saját kis kanapémon, és megcsörrent a telefonom, és beleszólt valaki, hogy Nemere István vagyok. Hát én meg majdnem leestem a kanapéről, hogy Jézusom. És akkor az István megkérdezte, hogy hát hol volt maga, mit csinált maga eddig, miért nem hallottam még. És gyorsan elmondta a jó dolgokat is a könyvemről, amit látott benne, és a negatívot is, ami volt benne szép számmal. És akkor így elkezdtünk ezzel kapcsolatban beszélgetni, és tényleg ami összekötött minket, ez a szakma volt. Tehát én nagyon-nagyon szerettem tanácsot kérni az Istvántól, írással kapcsolat, írás technikai dolgokkal kapcsolatban tanácsot kérni tőle, mert hát az ember kitől kérjen tanácsot, hanem egy olyan írótól, akire az a jellemző, hogy folyamatosan ír. És aztán utána, egy idő után kiderült, hogy a szakmaiságon túl több van ebben a kapcsolatban. Na és akkor jött a nehéz dolog, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani úgy, hogy mind a ketten élünk egy családban, de nem akarunk egy olyan kapcsolatot, ami a saját értékrendünknek nem felel meg, és ezt volt azért elég nehéz úgy levezényelni, hogy a legkevesebb sérülés árán mi elérjük azt, amit szeretnénk egymással és egymástól. Hát ezt meg sem kérdőjelezem egy pillanatig sem. Tehát ahogy telnek múlnak az évek, azért azt nem lehetett mondani, hogy egyre könnyebbé váltak volna ugye ezek a mindennapok a te életedben sem. Szerinted, Judit, mit tudhatott rólad? Tehát, hogy mennyire ismerhette Nemere Istvánt, vagy hát mit képzelhetett róla? Az embert nem ismerhette nyilván, mert hát csak amennyit olvashatott. És sőt, gondolom, hogy egy találkozás után, erről még nem beszéltünk sose, de gondolom, hogy akkor nézte meg az életrajzomat, ezek az adatok fenn vannak a neten, tehát hozzáférhetőek. És aztán csak így utána kezdődött az, ami többlet, de én örömmel tapasztalom azt, hogy végig az irodalmi vonal az benne van az életünkben, a mindennapokban is, mindenben, mert szinte minden nap fölmerül az, hogy valamelyikünk kérdez valamit, vagy jön egy ötlettel, ebből mit lehetne csinálni, vagy lehetne-e, vagy írjunk könyvet erről, vagy arról. Most már ott tartunk, hogy írunk közösen is könyveket. És ez nyilván ez még ki fog teljesedni a jövőben is, de Judit teljesen önállóan is ír, és ez nekem így jó. Én ezt így szeretem látni, és nem érzem ezt, hogy ilyen valamilyen ilyen atyai felvigyázó lennék, és rámutatnék mindig a hibákra. Rámutatok persze, de inkább úgy élvezem azt, hogy terjed a ragálya, ahogy szoktam mondani, hogy most már átment ő rá is, és bár előtte is írt, de gondolom, hogy azért most az, hogy minden nap látja, hogy én ott ülök, és hajnaltól dolgozom, ez, hogy mondjam, így megtermékenyítőleg hat, és akkor most már ő is egyre többet ír. Volt valaha olyan korábban az életedben, hogy valakivel közösen írtál könyvet? Fiúkkal, de az már más természetű dolog volt, tehát újságíró barátokkal novellás köteteket olyan 10-15 évenként egyikkel, aztán ennyi év után egy másikkal, talán kettő volt ilyen. De azt nem tudnám csinálni, hogy úgy valakivel lévjek, és közösen írunk egy könyvet a szószoros értelemben, vagy egyik oldalon az egyik, a másikon, és mindent megbeszélnek. Az időrabló is lenne, meg akkor senki nem lenne végén elégedett a kettejük között. Így sokkal jobb, mert így ötleteket adunk egymásnak, találjunk ki egy könyvet. A napokban történt éppen, hogy elindultunk Sóstorról a városba a kocsival, és jaj, hogy kellene egy Morettit írni, és ez körülbelül 4 kilométer volt és 8 perc, és amikor a 8 perc végére éltünk, akkor ketten már összeraktunk egy komplett regényt, így csak úgy fejbe egymás mellett beszélgetve az autóban. És ez egy csodálatos dolog. Ez egy nagyon pezsgő dolog tényleg, tehát egy nagyon, nagyon kreatív és nagyon, nagyon jó ízű, nagyon élénkíti azt, hogy igen, mi tudunk így segíteni egymásnak. Hát ez több dolgot is felvett, tehát az sem véletlen, hogy éppen három Melissa Moretti kötet van itt most az asztalon. Van belőle jó sok, és nagyon sokan várják mindig az újabb kiadásokat.
Az, amit most az felvetett bennem, amit István mondott, hogy nálatok aztán végképp nem lehet mondani, hogy na, a munkát hagyd a munkahelyen, most itthon vagy, és ez a magánéleted. Mert hogy ez az együtt gondolkodás és egymás felpesdítése, ahogy Judit fogalmaztál, azt gondolom, hogy ez életerőt is adhat, meg úgy előre viszi az órákat, a napokat, és profitáltok egymás jelenlétéből. Tartalmasabbá is teszi természetesen, és profitálunk. Én nem is tagadom egyáltalán, hogy egy csomó ötletet kapok, és néha én is adok, de a lényeg az, hogy ez így mind a kettőnkre hat, és hogy mondjam, a mindennapok sodrában ez nagyon jó dolog, hogy ugyanazzal foglalkozunk, és nem kell magyarázni egyik szakmának a titkait egy másiknak, aki teljesen kívülálló. Ez olyan kicsit, mint a színészekünk egymással házasodnak, mert annak nem kell magyarázni sose semmit, és megérti azt, hogy éjfékoljon az egy színész, az soha nem aznap fekszik le, amelyiken fölkelt, és egy csomó ilyen dolog van, amit a szakma hoz, tehát a másik minden magyarázat nélkül megért és elfogadja. Itt is nagyon sok minden van az életünkben, amit a másik azért fogad el, mert pontosan ugyanúgy látja a dolgokat, és azon a szakmán belül szemléli az eseményeket. Tehát, hogyha valamelyikőtök mondjuk kérdez a másiktól valamit, de nem jön a válasz azonnal, akkor ezt gondolom elbírjátok fogadni, hogy épp zajlik a sztori. Hát persze, valami is kaptunknak a fogaskereket. Ott egy másik vonalon haladnak az események. Melissa Moretti neve elhangzott már kettőször, és hát a hölgyet helyre kell tenni, hogy ő egy úr, ugye te vagy, neked az egyik írói álneved, és a közel 50. Több, mint annyira, 50. Annyira több, hogy 95-et adtuk le múlt héten. Álnevek. Ja, álnevek tekintetében 95-dik. 50 valamennyi van, igen, már nem számolom. Az egyik, és egy nagyon ismert álnév ez. Hát ez a legjobban ismert, azt így van, ez a legjobban ismert írói álneved. Ő mióta létezik? Most van 20 éve, 98. 1998. Már a múlt évezredben is létezett. Igen, ez alatt született ennyi. Volt, hogy egy évben 8-10 is volt, hogy mostanában évi 6-tól haladunk előre, és most már, hát ha az idén nem is, de jövő év elején, akkor már meg lesz a 100. Ő a legjobban fogyó kötetsorozat? Azt lehet mondani, hogy igen. Mert ugye vannak ilyen vastag történelmi regényeim is, meg trilógiák, minden, de hát az értelemszerűen eleve nem nyomják akkora példányszámban, mint ezeket, sőt ezeket sokszor újra nyomják, és többször is, és kétszer-háromszor, sőt most a legelsőket egy másik kiadó elkezdte újra kiadogatni, tehát a 98-as, 99-es kötetek kezdtek megjelenni ismét. Tehát ez azt bizonyítja az én számomra, hogy nem avultak el, de hát én arra vigyázok is, hogy ne kapcsolódjanak olyan eseményekhez, amik egyszer voltak és soha nem ismétlődnek, és akkor már időben be lehetne határolni őket, vagy pontosítani, hogy hol is és mikor játszottak. Ettől én ugye kicsit tartózkodom, és ezért időtlenek. Uh-huh. Egyetlen Melissa Moretti sem jelentkezett, hogy ő bizony nem ért ilyen könyveket? Nem, de ha valaki felmegy a netre, a Moretti szónál több millió találatot kap, mert elég népszerű név amúgy is, személynévként is, meg céges névként, hát egy hatalmas butargyár van állítólag, az is egy Moretti Olaszországban. De hát ez nem baj, hát ez végülis pontosan azért, mert annyira gyakori, segít úgy bele simulni a valóságba. Sok időt töltetek együtt, Judit? Igen, elég sok időt töltünk együtt, de ezekre az a jellemző, hogy megpróbálunk minőségi időt együtt tölteni. Mert sok olyan idő, ahol elvileg egy helyen vagyunk, tehát a lakáson belül, az Istvánnak tényleg írással telik. Tehát én olyankor nem megyek be hozzá megkérdezni, hogy csőtésztát főzzek, vagy szarvacskatésztát, tehát nem zavarom őt ilyen apró dolgokkal, hanem ez tényleg egyfajta ilyen, hogy úgy mondjam, felelősség, vagy nem túl pátososan egyfajta ilyen alázat, hogy az ember tényleg mindent megpróbál úgy alakítani, hogy az Istvánnak meglegyen ez a szent ideje, a szent alkotási biztonsága, és olyankor
ott vagyunk egymás mellett, és nagyon jó érzés tudni, hogy a másik ott van, de ez alapvetően nem egy olyan közös idő. De amikor közösen megtervezzük általában, hogy hova megyünk, mit csinálunk, milyen programokat veszünk elő, ezek tényleg ilyen minőségi időkre törekszünk, hogy azok olyan élmények legyenek, akár egy múzeum, akár egy kirándulás, hogy abban mind a ketten megtaláljuk magunkat. Neked is van ilyen szent időd? Igen, nekem is van. Nekem is van igazság szerint, és próbálom úgy összehangolni, hogy egybeessen az István évvel. Tehát, hogy ne az legyen, hogy váltjuk egymást, és akkor gyakorlatilag, mint aki egy olyan házaspár, aki az egyik állandó délelőttös, a másik állandó délutános, és akkor nagyon jó, mert este, amikor már be kell szédülni az ágyba, akkor találkoznak is, tehát, hogy ez ne így nézzen ki. Hányszor jártál Nyíregyháza sóstón, mielőtt eldőlt, hogy az előtt soha. Sokat lesz itt? Nyíregyházán előfordultam, könyvbemutatók vagy íróvasot találkozok, az se volt olyan sok, talán 3, a 40 év alatt mondjuk, és hát aztán most meg úgy egészen beleszoktam, azt hiszem. Tényleg, ahogy mondtad az elején, hogy én mindenhol tudok élni, de mindenhol tudok élni, és úgy tűnik. Nekem ez nem okozott gondot. A pesti ismerősök sokszor, akik most értesülnek róla, hogy Nyíregyházán lakom, azok ugye fejükhez kapnak, hogy Jézus, Nyíregyháza. Ez körülbelül nekik ilyen Vlagyivosztok külső. Valahol ott van a Szibéria túlsó végén. Nekem meg ez teljesen normális, azt hiszem, hogy azért tartjuk a kapcsolatot földrajzilag is, úgy értem, hogy azért havonta egyszer-kétszer Budapestre el kell menni ügyeket intézni, a többit elintézi a technika, és bizonyos szempontból jobb is nekem, hogy itt vagyok, mert itt nyugodtabban nem találnak meg annyian mindenféle ügyjel, és nyugodtan ülök sóstón és írok, és ez így jó. Egyértelmű volt, hogy itt fogtok élni? Nem, amikor ugye kiderültek ezek a térbeli távolságok, meg különböző életformák nyilván. Hát ennek akkor, amikor mi összekerültünk, akkor volt egy olyan, hogy úgy mondjam, kötelező elem része, hogy nekem az édesanyám az velem élt akkor, és ő ápolásra szorult folyamatosan, tehát ő neki ilyen folyamatos vesekezelés és egyéb ilyen dolgokat kellett. Igen, kerekes széken mozgott, tehát igazán szükség volt az én mindennapi jelenlétemre. Tehát ezért volt az, hogy úgy kezdtük el szervezni, hogy akkor igen, itt Nyíregyházán. És ez adta igazán a legnagyobb lökést, hogy én nem fogok elmenni, hanem az István jön ide, és ő meg is fogalmazta, és körülbelül neki ennyi gondolkodási idő volt, hogy én ott is tudok írni, és ez azóta tényleg így van, és bebizonyosodott, hogy így van. És erre már ugye azért több évnyi tapasztalat van, ezt lehet mondani. Igen. Hogy most ez könyvszámban mennyi, ez most mindegy. Lakóhely számban is, mert már 7 megyében éltem, és némelyik megyében több helyen is. Úgyhogy ez nem jelent semmit. Még van 12 megye. Március végén megjelent egy adat a kedves feleséged jó voltából, 698 nemere könyvet lehet most már fellapozgatni, ugye? Igen. Tehát eddig az ideig ennyi könyv jelent meg. A könyveid sokféleségét hogyan lehet a legrövidebb módon jellemezni? Tehát, sokfélék. Igen. Csak szeretném, hogyha most nem csak az a korosztály néz bennünket, aki évtizedek óta ismeri a nevedet, mert hogy mondjuk akik most néznek, fiatalok, nem is élnek évtizedek óta, csak hogy egy kicsit helyezd el magad az ő látókörükben, hogy hogyan lehet ennyi félét és egyáltalán hány félét írni. 7 vagy 8 különböző műfaj van, azért nem biztos a szám, mert néha én sem tudom meghatározni, hogy melyik mi. Inkább úgy mondanám, hogy vannak könyvek, amik az ifjúságnak íródnak, ezek is mai magyar, úgymond, történetek, vagy világűrbe játszódó történetek. Aztán vannak felnőtteknek szóló ilyen tudományos fantasztikusak, meg mindenféle kalandregények, vannak társadalmi regények is, hadd mondjam meg, hogy az eutanáziáról az első regényt, amennyire én tudom, azt én írtam itthon, még a 80-as években. Tehát ilyen témáik is vannak, aztán vannak olyan
hát nem merem szakkönyvnek nevezni őket, de valamilyen módon a tudományok határterületeivel foglalkoznak, tehát azokkal a dolgokkal, amikkel a tudomány vagy már, vagy még nem akar foglalkozni, vagy nem tud valami okból, és az embereket meg nagyon érdekli, és akkor én oda bemerészkedek, és próbálok kicsit ottan a homályt eloszlatni. Aztán vannak kifejezetten történelmi, hát megint azt mondanám, hogy szakmunkák, tehát inkább monográfiák, életrajzok legtöbbször, ahol összeszedek XY-ról mindent, amit lehet, és akkor a magánéletét is. Ez egy elég széles skála, mert úgy Attila Hun királytól Rákosi Mátyásig elég széles volt a skála. És hát ez újabban kaptam rá, régebben nagyon ritkán fordult elő, hogy történelmi regényt írok, és ha már egyszer elkezdtem, akkor ugye nem tudom abba hagyni, tehát így született egy olyan dupla trilógia, aminek most nem régen jelent meg az utolsó befejező kötete, a hatodik, és van most egy olyan tervem, ezekről nem nagyon szoktam előre beszélni, de most csináljunk kivételt. Fölajánlottam az egyik történelmi regényeket kiadónak, hogy így mondjam, hogy írnék én egy 1200 évet felölelő családregényt. Vagyis elkezdődne még a magyar állam alapítás előtt, és aztán az a család élne tovább, ágakra szakadna, egyes ágak kihalnának, mások megint találkoznának. Kézgráfelmélet. És ezt így elhozni egészen máig, 21. századig. Hát az egy nagy munka lenne. Első nekifutásra 12 kötetben egyeztünk meg, mert ezért 200 évről van szó, tehát 12 évszázad. De hát aztán, hogy ebből lesz valami, azt még nem tudom. Én, amint lehetőség lesz, el is kezdem. Olvastam már több helyen, az interneten megjelent írásokban, amelyek veled kapcsolatosak. Az én cikkemben nem olvastam, pedig nagyon sok minden van benne, de az nincs benne, hogy olyan kevés díjat kaptál. Tehát a 80-as években párat, és én nem olvastam többet. Ilyen komolyabb elismerést, ilyen... Hát ennek sokféle oka van. Az egyik az, ez például az egyetlen olyan kérdés, amiben szinte folyamatosan vitatkozunk, ha csak szóba kerül. Mert én azt mondom, hogy nem mindegy, hogy az ember kitől kapja a díjakat. Tehát nem is törekszik rá akkor, ha olyanokat adnák, akikkel nincsen jó baj. Azt hiszem, nem is nagyon lehet erre törekedni. Lehet? Nem is lehet. Ja, biztosan. Hát ha valaki nagyon, hogy mondjam, igyekszik, akkor a felsőbbség észreveszi. Engem nem szoktak észrevenni, és ez nem véletlen. A másik dolog az, hogy én már valamikor régen elhatároztam. Ez már nagyon régen volt, még a 80-as évek vége felé, azt hiszem. Hogy ha lehet, én elkerülöm ezeket a kellemetlen szitukat, és én nem fogadok el semmit. Na nem, mintha attól kezdve aztán állandóan ajánlgatnának bármiféle díjakat, de én úgy érzem, hogy az is egy érték, ha majd valamikor, mikor már nem leszek, elmondhatják rólam azt, hogy na ez az az ember, aki soha senkitől semmilyen díjat nem kapott, vagy soha senkitől semmit nem fogadott el. Kettő vegyesen létezhet. És már voltak rá példák. Úgyhogy szoktam mondani, hogy ezen a téren hadd őrizzem meg az ártatlanságomat, most már ne adogasson senki semmit, ez így lesz jó. Judit, hány nemere könyvet olvastál szerinted? Nem számoltam, de hát erős lemaradásban vagyok, tehát ez egyértelmű. De nagyon-nagyon érdekes, mert még... Nem olyan régen is felfedeztem, hogy na nem már, ezt is te írtad. Tehát, hogy olvastam, de nem tudtam, hogy az Istvánt olvasom. Vagy álneves volt, már nem emlékezem. Igen, álneves volt, és nem tudtam, hogy ez is az Istvánhoz kapcsolódik. Csak a falunkról, tehát van egy olyan könyvespolc, most már könyvespolcok, ahol Istvánnak időrendi sorrendbe állnak a könyvei. És még ott csak, a polcnál... Még csak 11 polc van. Könyvmúzeum. Tele. Igen. Körülbelül. Azt mindenképpen meg akartam kérdezni, így a beszélgetés vége felé tartunk, hogy tehát István író, ezt azért kijelenthetjük, ugye? Tehát Magyarország legtermékenyebb írója, a legtöbb kötetet eladó író. Te, Judit, te író akarsz lenni teljes mértékben? Író vagy? Vagy te hogyan gondolod ezt az életedbe elhelyezni? Tehát, hogy kellene neked
arra törekedni, amit mondtál, hogy István adott jó tanácsokat, megkritizálta a könyvedet, és ugye, hogy most már többet írsz, lehet mondani, ugye közösen vele, és önmagad is, hogy neked mi a cél ezen a területen? Szeretném, hogyha az én életemben is egy ilyen dinamikusan felfutó vonal lenne, ami azt jelenti, hogy ötletben nálam sincs hiány, csak tényleg meg kell rá teremteni azt az időt, hogy meg is tudjam írni őket folyamatosan. Mi a következő közös program, amit el lehet mondani? Elmegyünk haza. Nem, hát... van egy ilyen program, a hétvégén Belgrádba megyünk mind a ketten, mert hogy az ottani egyetemre jár az unokám. Neki 24 éves, és balkanisztikával foglalkozik, balkáni nyelvek közül már nagyon sokat megtanult. Ő különben lengyel, de hát oda jár, és most állítólag ott van egy fiú is, úgyhogy megismerjük a fiút és a szüleit, ez lesz a hétvégi programunk. Köszönöm, hogy eljöttetek, és jó utat kívánok! Köszönjük szépen a meghívást!